Hát amikor jöttünk befelé, itt jobb kéz felől lehetett látni a felrakodott építési anyagokat. Mindegyiknek szerepe van, és mindegyik a munka elvégzéséhez fontos. A Gyálai Holtisza rehabilitációjának, környezeti kármentesítési projektjének a pilot munkaterületén vagyunk. A pilot projektnek a lényege az, hogy az itt látható kazettákba kitermelve a holtár iszapját a tervezett biológiai degradációs folyamatokkal megtisztítsuk, hiszen ezek a degradációs folyamatoknak a hatékonysága, a környezeti terhelésük az függ az alkalmazott receptúrától. Habár széleskörű szakirodalmi és laboratóriumi háttérrel rendelkezésre ezen receptúrák alkalmazásával, de mégis fontosnak tartottuk azt, hogy a terepi körülmények között vizsgáljuk az alkalmazásra kerülő eljárásokat, és ezek közül lesznek itt ezekben a kazettákban kiadagolva azok a receptúrák, amellyel kezelni fogjuk a holtág iszapját, és 3 hónapos kezelési időszak után a mérési eredményeket összevetve kerül kiválasztásra az a végleges technológia, amely a holtág egészébe alkalmazásra kerül majd. A mostani pilot projekt az 1000 köbméternyi iszap kezelését valósítja meg. Ez az 1000 köbméternyi iszap kezelésére kialakított kezelő területet lehet itt most előttünk látni. A holtág azon szakaszán vagyunk, ahol 2 medre van a holtágnak. Az egyik medret elzárva, és ahogy lehet látni, a vizet csökkentve történik az iszapnak a kitermelése. A 3 hónapos kezelés és a 3 hónapos tervezett beavatkozás során megfelelő rögzített gyakorisággal fogják az iszap minőségét folyamatosan monitorozni. A jövő héten a hatósággal közösen az alapállapotokat rögzítik, a kitermelt iszapot megmintázzák, és utána a meghatározott technológiai sorokat kipróbál alkalmazva vizsgálják az előrehaladást. Jövő héten a hatóság szakemberével közösen fogjuk mintázni a kitermelt iszapot, ez a 0 állapot, és utána meghatározott időközönként történik az iszap mintázása. A kezelés tulajdonképpen meghatározott időnként végrehajtott átkarolást jelent, illetve a különböző, a biológiai degradációt végző enzimeknek a beadagolását, és receptúránként változik, hogy milyen mennyiségű plusz indikatív tápanyagot adnak hozzá, és ennek következtében gyakorlatilag ezek az enzimek folyamatosan végzik az iszap tisztítását. Az iszap minőségében a legnagyobb problémát a szénhidrogén származékok okozzák, és ezen szénhidrogén származékoknak a lebontása fog megtörténni ebben a biológiai eljárással. Mint ahogy mondtam, 3 hónapos a vizsgálat, a 3. hónap végére rendelkezésünkre fog állni az a receptúra, amely a legnagyobb hatékonysággal és a legkisebb környezeti terheléssel biztosítja az iszapnak a tisztítását. Természetesen azon helyszínekről, ahol az iszap kiugróan magas nehézfém tartalommal rendelkezik, azon helyszíneken a nehézfémet tartalmazó iszapot el kell szállítani, hiszen a nehézfém ilyen lebontása, ilyen technológiában történő lebontása nem lehetséges. A ezen szennyezéssel ellátott szennyezett pontokat a holták területén részletesen beazonosítottuk, és azt azon iszapok befogadására engedéllyel rendelkező lerakóra fogjuk elszállítani. Az időjárási körülmények megfelelőek, hiszen most már a fagypontot jelentősen elhagytuk a léghőmérsékletben. Szerencsére a csapadéktevékenység is alábbhagyott, úgyhogy most már minden adott arra, hogy a pilot projekt beinduljon, és várjuk azt, hogy az előzetes laboratóriumi vizsgálatokat alátámasztják-e a gyakorlati mérések.